itt vagyunk az edzőtermetekben. Én magam is nemrég kezdtem el edzőterembe járni, elég sok félelemmel érkeztem. Miért van az, hogy az emberek nem mernek elkezdeni edzőterembe járni, vagy nagyon sok ideig gondolkodnak azon, hogy elkezdjenek edzőterembe járni? Általában az embereknek az elsődleges gátlás, ugye az, hogy ugye a felismerés, hogy el kell járni edzőterembe, általában az esetek többségében túlsúlya rendelkező emberek, korábban terembe nem járó emberek szoktak félelemmel érkezni a terembe, és ez elsősorban azért van, ami szerintem nem egy negatív dolog, csak sok embernek ijesztő, hogy nagyon tehát nyilván ugye egy edzőterembe azért sokan járnak olyan emberek is, akik azért már éveket öltek bele ebbe az egész világba, ebbe az egész életformába. Rengeteg olyan munkával foglalkozó ember jár közénk, vagy edzőteremben, nem csak hozzánk, akik tekintélyesebb izomtömeggel, vagy esetlegesen van rajtuk egy tetoválás, vagy egy nyaklánc, és akkor arra gondolnak először az emberek, hogy hát, hogy hogyan néznék ki ezek között az emberek között, és emiatt van bennük egy gátlás, nincsen mondjuk akkor izomtömegük. Ez egy teljes mértékben, legalábbis a mi termünket nézve, sztereotípiának minősül, ugyanis nálunk erről szó nincs, itt egy olyan vendégkör alakult ki, és ugye úgy irányítottuk a regisztrációit az embereknek, hogy itt minél kevesebb rizikófaktorral történhessen meg az, hogyha bejön hozzánk egy vendég, akkor elégedetlenül, vagy csalódottan, vagy esetlegesen úgy menjen el tőlünk, hogy ő nem akar soha többet edzőterembe járni. Tegyünk egy kört a termetekbe, és közben még kérdezlek. Amikor én először megfordult a fejembe, hogy edzőterembe kellene mennem edzeni, az első gondolatom az volt, rengeteg féle gép van, és soha nem jártam még edzőterembe, és fogalmam sincs, hogy kell ezeket használni. Aki nem szeretne személyi edzőhöz elmenni, az hogy tehát, ha ide érkezik hozzátok valaki nulla tapasztalattal, kap itt segítséget? Természetesen, hogyha valaki még nem is kér segítséget, mert ugye annyira bátortalan, vagy annyira tart a csalódástól, vagy a rossz élménytől, nem kérdezi meg, de sok esetben ugye 90%-ban oda megyünk, és elmondjuk, hogy figyelj, ezt nem jól csinálod, esetleg, hogyha segíthetünk, akkor segítünk, szívesen megmutatjuk, hogy például egy lehúzógépen hogyan kell helyesen végrehajtani egy gyakorlatot, és ezáltal lehet, hogy azt fogja mondani, hogy következő alkalommal veszik egy személyedzést, és akkor így elmeséli a barátnőjének, barátjának, apukának, anyukának, kistesónak, hogy de jó élmény volt, megmutatták érzem is izomlázba, hatékonynak vélte így az edzését, és ezáltal már is pozitív élményben részesül az edzőtermi hangulattal kapcsolatban. Itt mi nagyon figyelünk, de általában azért, hogyha valaki kezdő és nem találja a helyét, már úgy jön ide a terembe, hogy a regisztrációkor közli, hogy ő neki szüksége van szakemberre, olyankor az aktuálisan szabad személyedző kollégát megkérdezzük, hogy tudja-e vállalni, és általában azért erre mindig megoldást tudunk találni, és tökéletesen, gördülékenyen együtt tudunk dolgozni az összes olyan klienssel, akinek segítségre van szüksége. És minden szépen felkarolva a problémát csináljuk és nyomjuk ezzel. Nagyon sok gondolom egy ilyen komplex teremben azért mondjuk a sérülési lehetőség is. Egészen onnantól meg tudjátok tanítani az embereket mozogni, hogy mondjuk ha bejövök ide, akkor fontos az, hogy bemelegítsek, mivel kezdjek. Így van. Nagyon fontos ebben az egész világban a fokozatosság elve, illetve az alapos körültekintő, tervezett, irányított, ugye mondjuk itt a bemelegítés, vagy a gyakorlatoknak a megtanulása, ugye alapoknak az elhelyezése, ugye mindenbe itt is az alapoknak a megszilárdítása a legfontosabb folyamat. Legyen az egy fekvenyomás, vagy egy akármilyen gyakorlat, amit meg akarunk tanulni. Azért van a szakember, hogy elmondja, hogy jó, akkor a bizonyos végtagok, a törzs milyen kapcsolatban, hogyan, milyen módon hajtja végre azt az adott gyakorlatot, és hogy milyen egymás utániság követi, még a technika teljes mértékben 100%-osan kialakul. Itt ilyenkor természetesen rengeteg összetevő van, amit
a fejlődés során fel kell ismerni, hogy igen, lépni kell tovább. Tehát a perszerűség, meg az egymásra épülés, a fokozatosság, az mind ugye a szakembernek a gyakorlati tapasztalatán múlik, hogy tudja-e. De feltételezzük, hogy az összes szakember ezzel tisztában van, remélem legalábbis. Van-e olyan, hogy edzőtermi házi rend? Amire figyelni kell ugye a felszerelés, az mindig legyen a terem előírásainak megfelelő, sportnak megfelelően választjuk meg az öltözékünket, a zárt lábbeli, nem papucsban, nem mezitláb edzünk, a konditerem részlegen, ugye lent a karatetermekben, ott ugye mezitláb lehet dolgozni. Ezen a hangerő, ugye, hogy figyelünk rá, hogy azért az emberek a kommunikációt véghez tudják vinni az edzővel, vagy a kollégával, vagy akármivel. Tehát, hogy ne legyen semmi olyan zavaró tényező, ami a munkánkat gátolhatná. Tehát minden olyan szabályra odafigyelünk, nyitás, zárás, most itt mondhatnék még nagyon sok mindent. Tehát például az, hogy a súlyokat nem dobáljuk, nem csattogtatjuk, figyelünk arra, hogy másnak az edzés munkáját ne zavarhassuk azzal, hogy mi edzünk. Tehát minden közösségi szintéren itt is nagyon figyelünk arra, hogy egymást a munkában ne gátoljuk, inkább segítsük. Bármilyen célból kezdünk el sportolni, legyen szó akár fogyás, vagy pedig csak szimplán azért, hogy megőrizzük az egészségünket, nagyon fontos a helyes táplálkozás. Hogyan kezdjünk el helyesen táplálkozni? Ez az a kérdés, amit rengetegen fel szoktak tenni nekem itt az edzőteremben, vagy akár a magánéletben egyaránt. És a legtöbben általában erre egy egyszerű választ szoktak várni, például azt, hogy ha fogyni szeretnék, akkor egyek csirke mellett salátával, hogyha izmosabb szeretnék lenni, egyek csirke mellett rizssel. Hát az a rossz hírem van, hogy sajnos erre a kérdésre a válasz nem ennyire egyszerű. Én azt szoktam mondani azoknak, akik ilyen kérdésre fordulnak hozzám, hogy szemléletmódváltásra, életmódváltásra van szükség. Tehát fontos az, hogy a táplálkozási szokásaink azok alapjaiban változzanak meg, és egy olyan életmód alakuljon ki, ami hosszú távon is tartható, élvezhető és hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek legyünk, illetve támogatja azokat a céljainkat, amit ugye a sporton keresztül szeretnénk elérni. Tehát ugye a megfelelő helyes táplálkozással tudjuk segíteni azt, hogy veszítsünk a súlyfeleslegből, izomtömeget szedjünk magunkra, vagy akár tehát az alakformálás, testkompozíció változásban egy jól összeállított, helyesen alkalmazott étrend tud segíteni. Viszont ez sokrétű, hosszú út, amíg eljut az ember oda, hogy valóban a céljainak megfelelő az az étrend, amit alkalmaz, illetve lemondásokkal jár. Tehát azért azt be kell látni, hogy ahhoz, hogy változást érjünk el az életünkbe, ahhoz az eddigi szokásainkon is változtatni kell. Ez eleinte mindenkinek nehéz, de erre annyit tudok mondani, hogy csak a kezdet nehéz, aztán hogyha belejövünk, akkor azért, hogyha szokássá válnak ezek a dolgok, akkor onnantól kezdve menni szokott az embereknek. Mi az a néhány minimum alap dolog, amire azt gondolod, hogy minden embernek érdemes lenne változtatni a kortól, nemtől, bármitől függetlenül az étrendjében, vagy a táplálkozási szokásaiban? Hát, hogyha nagyon az alapokra le akarunk menni, hogy mi az, amire mindenkinek figyelnie kellene, akkor például az egyik fontos dolog, amit kell emelni, az például a megfelelő folyadékbevitel, a vízfogyasztás. Tehát ez az, ami a legtöbb embernél alapvetően nincsen rendben. És hogyha nem megfelelő a vízfogyasztás, nincs meg az a kellő napi bevitel, ami szükséges, és amit hozzátennék, hogy sportoló embereknél ez még az átlagnál is egy picit magasabb bevitelt jelent, akkor ugye nem működnek normálisan az emésztési folyamatok, az agyi funkciók nem működnek, tehát sokszor a fejfájás okozója, az ízületeknek a kenése nincsen meg azon a szinten, és ugye az izomműködésről nem is beszélve. Tehát az egyik alap dolog az a megfelelő vízbevitel. Nagyon-nagyon fontos odafigyelni arra, hogy kerüljük a feldolgozott élelmiszereket. Tehát én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy minél organikusabb módon próbáljon meg táplálkozni, minél egyszerűbb alapanyagokból saját kezileg összeállított dolgokat együnk, és akkor abban biztosak leszünk, hogy mi lesz benne, tudni fogjuk, hogy mi az, amiből elkészítettük magunknak az ételt, illetve nagy valószínűséggel egészséges is lesz az, amit elkészítünk magunknak.
tegyük egy kicsit rendben itt a fogalmak körüli tévhiteket, hiteket. Fogyókúra, diéta. Mi a kettő közt a különbség? Egyáltalán érdemes-e fogyókúráznunk? Na hát a fogyókúráról, mint fogalomról annyit szeretnék mondani, hogy jobb lenne, hogyha ezt a kifejezést az életében mindenki kerülné, mert a fogyókúrának már a nevében is benne van, hogy kudarcra van ítélve, hiszen itt egy kúraszerű megoldásról van szó, a kúrának pedig mindig eleje és vége van. És ugye ez üti azt, amit az előzőekben is elmondtam, hogy gyökeres változásra van szükség, életmódot, szemléletmódot kell váltanunk. A fogyókúra az jellemzően drasztikus, egy bizonyos ideig tart, és önmagában hordozza azt, hogy amint véget ér, az ügyfél vagy a vendég visszatér az előző életmódjához, ami ugye neki sajnos azt az állapotot okozta, amitől meg akar szabadulni, tehát ugyanúgy vissza fog jönni vélhetően az a túlsúly, amitől esetleg egy drasztikus fogyókúra során sikerült megszabadulni. Tehát én nagyon örülnék neki, hogyha ezt a kifejezést, ezt így a táplálkozással kapcsolatos beszédből ezt sikerülne is eltüntetni. Diétáról beszélve, a diétával kapcsolatban sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult és nagyon-nagyon összetett dolog lehet az, hogy diéta, de magának a diétának is vannak különböző szintjei, hiszen a diéta az csak annyit jelent, hogy irányított étkezés. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki úgy dönt, hogy figyel a megfelelő vízbevitelre, figyel arra, hogy kellő mennyiségű zöldséget fogyasszon és egy pár káros ételt kizár és egy pár egészséges ételt pedig behoz az étrendjébe, onnantól kezdve ez már diétának minősül, hiszen folyamatosan odafigyel, irányítja és figyeli a saját étkezését. És egy jól összeállított diéta az egy egész életen keresztül tarthat, mind a mellett, hogy örömünket lejük abban, hogy eszünk, finomakat étkezünk, és még egészséges is. Szóval én azt mondom, hogy a diéta fogalomtól nem kell megijedni, az egy életmódváltás, egy szemléletváltást kell, hogy jelentsen mindenkinek. Melyik azok a dolgok, amelyeket szerinted, vagy alapanyagok, amelyeket kizárnunk, vagy minimalizálnunk kellene? Amiket mindenképpen úgy gondolom, hogy minimalizálni kellene a napi szintű fogyasztásban, az az egyszerű cukrok, szénhidrátok. Tehát itt értem ez alatt a kristálycukorral készült ételeket például, ugye fehér lisztek, fehér kenyér, péksütemény, ezek mind olyan dolgok, amik egyáltalán nem egészségesek, és jellemzően nagymértékben hozzájárulnak az elhízáshoz, amit ugye most arról beszélünk, hogy szeretnénk például ezt az állapotot is elkerülni. Tehát én mondjuk ezeket a dolgokat zárnám ki legelőször mindenkinek az étrendjéből. Melyek azok, amelyeket hozzunk be esetleg egy diéta során? Akkor, ha már rátértünk erre a témára, itt én azt szoktam mondani, hogy minőségi cseréket érdemes végrehajtani az étrendünkben. Tehát, hogyha kikerülnek az egyszerű szénhidrátok, ugye, amit az előbb is említettem, akkor érdemes behozni helyette az összetettebb szénhidrátokat, teljes kiérlésű gabonákat, cukrok helyett az természetes eredetű édesítőszereket, és ugyanúgy ezt minden területen, ezt a minőségi cserét, ezt meg tudjuk csinálni. Ez, amire szükség lenne, a minőségi változásra az étrendünkben. Korábbi részekben beszélgettünk már a sajátos súlyos edzésekről, hogyha valakinek egyáltalán nincs ideje eljárni egy edzőterembe, otthon hogyan tud edzéseket kreálni magának? Otthon például nagyon sokan alkalmazzák a tévén történő edzésprogramok alkalmazását, például, hogy letöltögetnek az internetről rengeteg mindenféle ilyen mozgásos aerobik. Van például egy amerikai srác, ez az Insanity Workout, akit ez egy nagyon dinamikus, sejtes, súlyos edzésprogram, amihez tulajdonképpen 2 négyzetméter szükséges, egy polifom, esetleg meg tudunk vásárolni egykezes súlyzókat, igazából semmi különös helyigénye nincsen, vagy pincehelyiségben, vagy egy kijelölt szobában, a házban, amit arra rendezünk be, hogy egy kicsit a testmozgás felé irányítsuk az életünket. Rengetegen követik ezeket a dolgokat, hogy otthon megoldják. Udvaron például sokan
húzockodó kereteket, meg ilyen vashalt betonalapba húzott ilyen keretrendszereket csinálnak, és akkor ott egy ilyen mini kondiparkot alakítanak ki maguknak, tehát széles körben le tudunk edzeni otthon is, hogyha nincsen lehetőségünk, időnk nem engedi, vagy gyereket nem tudjuk otthagyni, akkor ott otthon is meg tudjuk ezt oldani. Nagyon sok sportszergyártó van, de szerinted mik azok a legalapvetőbb eszközök, amikkel mondjuk nagyjából minden izomcsoportunkat át tudjuk mozgatni, és otthonra beszerezhetőek? Hát az egykezes súlyzók egyértelműen, azt mindenféle súlyzót meg tudunk vásárolni, kettőtől egészen 20-30 kilóig is, úgyhogy vagy esetleg kettlebelleket is tudunk vásárolni, azzal is mindenféle súlyzós gyakorlatot tudunk végezni, esetleg egy gumiszalag, amit fel is tudunk erősíteni, és úgy húzó gyakorlatokat végezni, vagy karhajtásokat, hogyha rálépünk a végére. Egy ugrókötél, hogyha megfelelő hely van hozzá, akkor egy ugrókötéllel is egy dinamikus aerob terhelést, vagy anaerob terhelést is le tudunk folytatni. Vagy esetleg egy haskerékkel aktívan tudjuk a törzsizomzatunkat, hasizmunkat polifomon végrehajtva erősíteni, tehát ezek, amiket így az emberek általában megvásárolnak. Illetve rengeteg olyan szerkezetet is meg tudunk vásárolni, sportszer árusító üzlethálózatokban, amit fel lehet akasztani otthon ilyen ajtókeretre, és akkor egy ilyen húzózkodó, mobil húzózkodó szerkezeten tudunk háterősítő gyakorlatokat végrehajtani hatékonyan.